Warcraft történelem, mítoszok könyve, a sárkányrajok megbízása. Megelégedve azzal, hogy ezt a kis világot ilyen módon elrendezték, munkájuk végeztével a titánok felkészültek Azeroth elhagyására. Azonban mielőtt távoztak volna, a világ legnagyszerűbb fajára bízták Kalimdor felügyeletét, nehogy bármilyen gonosz erő fenyegethesse tökéletes nyugalmát. Abban a korszakban számos sárkányraj létezett, közülük öt raj uralkodott, testvéreik felett. Ezt az öt rajt választották ki a titánok arra, hogy vigyázzanak a bimbózó világra. A Pantheon legnagyobb hatalmú tagjai saját hatalmuk egy-egy kis részét kölcsönözték a rajok vezetőinek. Ezeket a fenséges sárkányokat ettől fogva nagy aspektusoknak vagy sárkány aspektusoknak nevezték. Amanthul a Pantheon ősatja kozmikus hatalmának egy részét az óriás bronz sárkányok, Nozdormunak adományozta. Az ősatya felhatalmazta Nozdormut az idő őrzésére, valamint a sors és a végzet örökké változó ösvényeinek rendbetartására. A sztoikus nemes lelkű Nozdormut ettől fogva az időtlenként ismerjük. Eunár minden élőlény titán patrónusa, hatalmának egy részét a vörös Leviatánnak, Alexstrasának adta. Ettől fogva Alexstrasát úgy ismerjük, mint az élet magtartóját, aki azon munkálkodik, hogy a világ minden élő teremtményét megoltalmazza. Mindenek felett álló bölcsességének és minden élő dolog iránti végtelen együttérzésének köszönhetően Alexstrasát sárkány királynőnek koronázták és ráruházták a fajtája feletti uralmat. Eonar megáldotta Alexstrasza húgát is, a törékeny zöld sárkányt, Iserát a természet befolyásolásának hatalmával. Iszera örök transzba merülve hozzákötődött a teremtés álmához. Az álmodóként ismerjük őt, aki zöldelő birodalmából, a smaragd álomból őrködik a világ növekvő vadonjai felett. Norgannon, a titánok legendáinak őrzője és mester, mágusa a kék sárkányra, Maligoszra bízta végtelen hatalmának egy darabját. Ettől fogva Maligoszt a varázslatszövőként ismerjük, ő a mágia és a titkos misztikus tanok őrzője. Kazgorosz a titán világok formálója és kovácsa nagy hatalmának egy részét a rettentő fekete sárkányra, Neltharionra bízta. A nemes lelkű Neltharion, akit ettől fogva a föld őrzője, névvel illettek, hatalmat kapott a föld és a világ mélyén fekvő vidékei felett. A világ erejét testesítette meg, Alexstrasza legnagyobb támogatója volt. Ilyen formán felhatalmazva az öt aspektusra bízták a világ védelmét, a titánok távollétében. Miután a sárkányok felkészültek a megteremtett világ őrzésére, a titánok örökre maguk mögött hagyták Azerothot. Sajnos csak időkérdése volt, hogy Sargeras tudomást szerezzen az újszülött világ létezéséről.